Aláírták a szerződést, kezdődhet a csúszdapark építése a Zsóriban. A kivitelezői megállapodást dr. Fekete Zoltán polgármester és Dányi Gábor, a miskolci Dégesztorbau Kft. Ügyvezetője március 23-án írta alá. Az egyedülálló, 5 csúszdából álló létesítmény a tervek szerint augusztusra készülhet el a Zsóri gyógy- és strandfürdő területén. A jogos igény, ami megfogalmazódott már évek óta, ennek próbálunk most eleget tenni, de ennek csak úgy tudtunk eleget tenni, hogy egy 600 millió forintos kormányzati támogatást kaptunk a Zsóri fejlesztésre, és abból oldjuk meg ezt a feladatot. Dányi Gábor ügyvezető elmondta, a projektnek köszönhetően a régió egyik legimpozánsabb csúszdaparkja fog megépülni a fürdőben. 5 darab csúszdatest kerül kivitelezésre, melyből egy csúszdatest 4 csúszási pályát tartalmaz, de lesz benne úgynevezett UFO, ami ilyen hagyma alakot fog képviselni, egy inga csúszda, illetve nagyobb átmérőjű cső csúszdák, melyekben ilyen csúszó gumikkal lehet lesz lecsúszni, melynek meghaladja a mérete mondjuk a 150 méter hozt is. A csúszdák körülbelül 16 méter magasságból indulnak, maga a torony pedig 20 méter magas lesz, és ponyvával fedik majd le, mellyel a fürdőzőket védik az erős napsugárzástól. A csúszdák egy íves, feszített víztükrű medencében végződnek, a gépházat középen alakítják ki. A torony épülete egy újabb sport lehetőséget teremt, az oldalán ugyanis mászófal létesül. Hozzátette, a kivitelezés várhatóan 5 hónapig tart, legkésőbb augusztus elején szeretnék átadni a létesítményt.